motoros fűnyíró, agregátor, faaprító és még számos más gép érkezett nemrég kővágó A baranyai település ugyanis sikeresen pályázott a Magyar Falu program egy ilyen projektjére. A hivatalos átadáson a polgármester kiemelte, hogy nagy szükség van ezekre az eszközökre, főleg az őszi és a tavaszi időszakban. Sikerült elérnünk azt, hogy szinte minden munkára megfelelő gépekkel, gépek álljanak rendelkezésünkre. Tényleg ez, ez, nagyon sokat fog jelenteni a településnek az életébe, hiszen nagyon nagy a közterületünk, több részből áll a település, ezeknek a rendbetartása sok pénzbe kerül, és ha ez mindehez mind megfelelő szerszámmal kell, hogy rendelkezzünk. A gépek mellett egy kis traktor is bekerült az állományba. Ezt a jövőben több felépítménnyel is szeretnék bővíteni. Egyelőre azonban egy hozzáértő munkavállalóra lesz szükség, mondta az alpolgármester. Erre sajnos egy szakképzett emberre lesz szükségünk, de úgy beszéltük meg a testület és a polgármester úrral, hogy mindenféleképpen olyan embert szeretnénk alkalmazni, aki egy falu gondnoki, falu gazdai szerepet tölt be rendelkezik a megfelelő papírokkal, engedélyekkel, ezeket a gépeket tudjuk használni. A kővágószőlősiek egyébként már évek óta szerettek volna ilyen berendezéseket, ami most valóra is válhatott a Magyar Falu programnak köszönhetően, hangsúlyozta Hoppá Péter. Nagy örömöm az, hogy valóban beérett a gyümölcs, és 8 millió 200 forint értékű, 100%-os támogatási intenzitású Magyar Falu program pályázat keretében kővágószőlős a legnagyobb ilyen eszköz pályázatot nyerte el itt a Pécs környéki települések körében. Kővágó szülősön jelenleg 1350 fő él, amely így a képviselő körzetében a második legnagyobb település. Számukra már a szociális tűzifa is előkészítés alatt áll, tudtuk meg a község vezetőitől. 94 köbméter fát osztanak szét a közeljövőben, mellette pedig a lehullott ágakat a most átadott gépek egyikével dolgozzák fel, amit szintén felhasználhatnak majd a helyiek.